A Fidesz frakcióvezetője szerint marhaság, hogy a letelepedési kötvényprogram miatt utazott volna Habony Árpád és Demján Sándor a Makau mellett fekvő Hongkongba. Kósa Lajos szerint Orbán Viktor főtanácsadója kártyázni, azaz makaúzni ment Makauba. A Magyar Nemzet szerint azonban a letelepedési kötvényprogrammal kapcsolatban jártak Habony Árpádék a Távol-Keleten. Kerestük Demján Sándort is, akinek sajtósai közleményükben azt írták, folyamatban lévő magán üzleti tárgyalásokról nem adnak felvilágosítást, letelepedési kötvényekkel pedig sohasem foglalkoztak. Ez a magángép pénteken érkezett Makaóból Ferihegyre, mindezt a Magyar Nemzet fedezte fel a Flight Radar segítségével. Az utasokat már a lap újságírói várták. A repülőgép ajtajában hirtelen feltűnt Orbán Viktor informális tanácsadója Habony Árpád és Demján Sándor nagyvállalkozó. Az üzleti életben jártas csapat tagja volt Békés Balázs nemzetközi tanácsadó és ügyvéd, valamint Sallai András, aki a Granit Pólus Group jogi alelnöke, amely Csányi Sándor OTP vezér és Demján Sándor közös tulajdona. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a letelepedési kötvények ügyében járt Hongkongban a delegáció. Habony Árpád még az épületből sem mert kijönni az újságírók miatt. Később rendőrök is megjelentek a kisgépes terminál parkolójában. Ez nem különösen értelmes, de mindegy, én sosem mennék Makaózni Makaóra. A Fidesz frakció vezetője szerint Habony és Demján kártyázni ment. Ez megjelent a sajtóban, hogy elmentek a Demjánnal meg a Csányival kártyázni. Makaóra, stílszerűen biztos makaóztak. De hogy ki a saját pénzé, hova megy azt a Fidesz, nem tartja nyilván, tehát fogalmunk sincs. De biztos, hogy ezzel, amivel összefüggést vél felfedezni, ez nem megalapozott, szerintem marhaság, egyszerűen elmentek kártyázni. Én legalábbis azt olvastam a sajtó, hogy elmentek kártyázni. Makaón nem makaóznak, hanem Makaón kaszinóznak. A Makaó az tulajdonképpen érdektelen, eltekintve mondjuk attól, hogy Demján Sándor egy professzionális pókerjátékos. Önmagában az a körülmény, hogy Demján Sándor nem csak pókerező barátai, hanem jogi képviselők, meg a Habony Árpád nevű közszereplő is elkísérte. Ez azért arra utal, hogy valószínűleg itt nem egyszerűen szerencsejátékról van szó. Nagy valószínűséggel igaz lehet az a feltételezés, ami a Magyar Nemzetben jelent meg. Az utazásnak Bodnár Zoltán szerint is az adhatott aktualitást, hogy júliusig még tisztára lehet mosni az offshore cégek pénzeit. Márciusi kötvényjelzéssel 4800 külföldi kapott letelepedési engedélyt, de a várakozókkal együtt ez a szám akár 6600 fölé is nőhet. Az utazásról szerettük volna megkérdezni Demján Sándort is. A cég közleményben válaszolt. A Demján csoport folyamatban lévő magán üzleti tárgyalásairól felvilágosítást nem ad. Cégünk a letelepedési kötvények ügyével soha semmilyen formában nem foglalkozott. Békés Balázs a vállalatcsoportunk egyik külső ügyvédje, aki a jogi alelnök munkáját támogatja. Részére megtiltottam bármi nemű üzleti információadását.